Köszöntöm Önöket, a Szótér adását látják. Már is mutatjuk, mivel foglalkozunk mai műsorunkban. Kerékpárt télire, hogyan óvjuk télen pihenő kétkerekünket? Fókuszban az élelmiszerbiztonság. Fatima ház, hátrányos helyzetű fiataloknak. Elsőként következzen egy fontos közlemény. A 2012. március 29-én megjelent Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatására kiírt pályázatok elbírálása megtörtént. A beérkezett 7322 darab érvényes pályázatból 3174 darab pályázat részesült támogatásban, összesen 1.684.289.752 forint értékben. A döntésekkel kapcsolatos adatok az alábbi linken érhetők el. civil.kormány.hu/nea/pályazati/kereső. Az érdeklődő szervezetek a pályázati azonosító számot beírva tudhatják meg, hogy pályázatuk milyen elbírálásban részesült. Most pedig köszöntöm első vendégemet a stúdióban, Bányai Balást, egy szegedi kerékpárbolt tulajdonost. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az ősz és a téli kerékpározásról fogunk a következő percekben beszélni. Ugye most a kerékpárosokra elég jó idő jár, mert még mindig nagyon jó időnk van így október elején. Meddig érdemes vagy lehet kerékpározni? Igazából sokan lerakják a kerékpárukat a rossz idő közeledtével, de hál' Istennek nagyon sokan kitartanak még a mostanában időjárási körülmények közt is a kerékpár mellett. Nincsen konkrétan időhöz kötve. Nyilván megfelelő öltözettel a kerékpár, megfelelő felkészítéssel, akár a legcudarabb téli időszakban is lehet használni a kerékpárt. Mit jelent ez a felkészítés? Tehát mit kell egy kerékpárra tenni ahhoz, hogy télen sem menjen tönkre, ha mondjuk használjuk? Hasonló, mint az autóknál, a kerékpároknál is nagyon fontos egy téli átállás, egy téli esítése a kerékpárnak. Itt nem, bár már léteznek téli kerékpár gumiabroncsok is, azért a nagy többsége ezeket még nem szerzi be, de minden esetre érdemes egy szervizbe elvinni a kerékpárt, ahol a gumiknak az állapotát, a borda mélységet, fékbetéteknek az állapotát, a hajtásláncnak az olajzottságát, zsírzottságát ellenőrizni lehet. Tehát nem teszi tönkre semmilyen időjárás a kerékpárt, hogyha megfelelően használjuk? Alapvetően megfelelő karbantartás mellett nem. Nyilván, amint említettem, oda kell figyelni a fékek állapotára, a gumi állapotára, illetve a téli latyakos, havas körülmények közt a hajtáslánc rendszeres zsírzására, kenésére, olajzására, és ez esetben egyébként nagyon jó télítás is tud lenni egy kerékpár. Mire kell odafigyelnünk? De meg tudjuk ezt csinálni magunk is, vagy érdemes elvinni szervizbe? Nem túl bonyolult műveletekről van szó. Igazából, akinek van otthon egy kis műhely affinitása, szerszámos ládája, akkor otthon is meg tudja ezeket a munkákat csinálni. Ugye a guminyomást jellemzően téli időszakban egy picit alacsonyabbra célszerű venni, hogy nagyobb felületen tapadjon a gumiabroncs, ez főleg latyakos vagy tényleg havas útfelületen. Igaz, itt egy nagyobb borda mélységű gumiabroncsok használata megint javasolt, illetve nem lehet elégszer hangsúlyozni a fékeket, ugye a fékbetét gumiból készül, hideg időjárásban a gumi egy kicsit merevebb lesz, és odafigyelve arra, hogy megfelelő barázda mélység legyen rajta is, illetve hogy a féktávok egy picit megnyúlnak, hosszabbak lesznek, tehát ezt figyelembe véve kell kerékpározni a közlekedésben. Az olajzás megint egy olyan dolog, amit otthon egy olajspréval az ember könnyen tud eszközölni, de hogyha nem biztos magában az ember, vagy nincs affinitása hozzá, akkor valóban marad a szervizlátogatása, ahol bármelyik szervizben biztos szívesen segítenek az ottani kollégák. Nagy általánosságban milyen időközönként érdemes elvinni a kerékpárt szervizeltetni? Én mindenféleképpen egy évi két alkalmat megjelölnék, ugye jellemzően egy tavaszi, tehát szezon előtti felkészítést, illetve akik télen is használják a kerékpárokat, akkor a téli időszak beállta előtt egy második szervizre, illetve akik úgy vannak vele, hogy lerakják a kerékpárt így az őszi időszakban, és majd tavasszal veszik elő, egy apró jó tanács, hogy érdemes egy kicsit előre gondolkodva, akár ténylegesen a téli időszakban megkeresni a szervizt, mert jellemzően a szegedi szervizek hirtelen nagyon túlterhelté válnak a tavasz beindultával.
aki most leteszi a kerékpárt, mint például én is, mert fázok. Nekünk van valami teendőnk ilyenkor, vagy leállítjuk, és majd lesz vele, ami lesz télen, és majd tavasszal ránéznek? Mindenféleképpen célszerű a kerékpárt zárt helyen tárolni, értelmez alatt, ahol nagy nedvesség nem éri, tehát nem kint az udvaron, a ház oldalának támaszom, mert akkor valószínűleg tavaszra már csak egy jelentős költséggel lehet újra üzembe helyezni. Be lehet szerezni takaróponyvákat, hogyha mégis egy társasházi lakás teraszán kell tárolni, akkor le lehet takarni, hogy a por, kosz ne érje, annyira ne rozsdásodjanak el a fémalkatrészek. És hát igazából, amint említettem, előre gondolkodva, akár a téli időszakban egy szervizbe elvinni, hogy amikor kisüt a nap, akkor már örömmel rá lehessen ülni egy működőképes jó kerékpárra. Köszönjük szépen a jó tanácsokat! Köszönöm szépen! Sajnos sűrűn hallani mostanában, hogy drágulnak az élelmiszerek. Új televízió vagy telefon nélkül még csak-csak el van az ember, de megfelelő étel nélkül már nehezen. Egyre többen keressük az olcsóbb termékeket, melyek azonban kockázatokat is rejthetnek. Dr. Tombászné dr. Gazsó Évával, a Csongrád megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségének főosztályvezető helyettesével a hivatal szerepéről és vizsgálatairól beszélgettünk. Vannak a témavizsgálatok, aminek a témakörét az NFH, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, mint szakmai irányító szervünk határozza meg, de a egy-egy vizsgálatnak az apropóját, illetve témakörét a fogyasztói panaszok is adhatják. Ez alkalommal pedig ugye a megtévesztő élelmiszerjelölésekkel foglalkoztak. Mit vizsgáltak itt pontosan? Évek óta fontos szempont a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése a vállalkozások körében. Ennek egyik szelete, egyik témaköre éppen a megtévesztő élelmiszerjelölés. Itt olyanra kell gondolni, hogyha a fogyasztó ugye vásárol egy terméket, akkor fontos, hogy a termék jellemző tulajdonságairól meggyőződhessen, és arról valós információkat kapjon. Amennyiben ezek az információk, amit feltüntetnek a terméken, vagy akár a polc címkén, nem felelnek meg a valóságnak, vagy megtévesztőek, akkor ezzel a fogyasztónak a tájékozódáshoz fűződő joga sérül. És alkalmas lehet ez a megtévesztő jelölés az ügyleti döntésének a befolyásolására. Mert megtévesztő az olyan élelmiszerjelölés, amely vagy valótlan adatot tartalmaz, vagy olyan fontos információt hallgat el, ami az ügyleti döntése befolyásolásához, illetve az ügyleti döntése meghozatalához fontos lenne a fogyasztónak. Itt olyanra kell gondolni, hogy például, amiben mi most a vizsgálatunk során, ami az élelmiszerekkel kapcsolatban szinte egész éven át, tehát áprilistól szeptemberig tartott, hogy milyenekkel is találkoztunk. Például növényi habspréket tejszínhabként árusítottak, vagy például a tejtermékek közé tették a vaj elnevezésű terméket, de az növényi összetevőket is tartalmazott. Vagy például a gyümölcsök származási helyére vonatkozóan megtévesztő információ szerepelt, mert például a polc címkén Dél-Afrika volt, a terméken meg Dél-Amerika például. Mennyire fontos az, hogy pontos tájékoztatást kapjon az ember, hiszen ugye tudjuk, hogy az árváltozás miatt azért eléggé megváltozott az, hogy ki miként áll az élelmiszerekhez, és ugye gondolom, elenyésző most már talán eleve az a szempont, hogy milyen tájékoztatást kap a vásárló, leginkább az árat nézik. Hát nem tudom, azért nem szabadna, hogy csak az ár, illetve az legyen az elsődleges. Nyilván hát az ár az egyik szempont, de egyre inkább fontos, hogy a élelmiszerek összetevőivel, energiatartalmával, származási helyével kapcsolatban is tájékozódjon és körültekintően járjon el a fogyasztó. Azt tapasztaljuk, hogy a vásárlói szokások is megváltoztak, és egyre inkább keresik az egészséges és reform élelmiszereket. Tehát mi a vizsgálatok során is ezt látjuk. Amennyiben azt tapasztalják, hogy megtévesztés történt az eladó részéről, akkor milyen büntetésre számíthat? Tehát amennyiben bebizonyosodik, hogy az élelmiszeren feltüntetett információk, ami a termék jellemző tulajdonságaira vonatkoznak, nem felelnek meg a valóságnak, ezt ugye eljárás keretében vizsgáljuk ki, egy közigazgatási eljárást indítunk, kivizsgáljuk, és amennyiben bebizonyosodik, hogy nem felel meg a valóságnak, ezzel a vállalkozás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző törvényt sérti meg, és ilyenkor
egy határozatban ugye szankcionálunk. Most ez a szankció egészen a kötelezéstől egészen az 500 000 forintos fogyasztóvédelmi bírságig is elmehet. Még annyit hadd mondjak el, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának vizsgálatakor mindig azt vizsgáljuk, hogy az átlag fogyasztóra nézve ez hogyan működik, illetve egy átlag fogyasztót veszünk figyelembe. Vagyis olyan fogyasztót, aki észszerűen és az adott helyzetbe általában elvárható körültekintéssel jár el a vásárlása során. Néhány gyakorlati jó tanácsot tud-e szolgálni, hogy mégis ezért mire figyeljünk vásárlás közben? Én azt tudom javasolni, hogy körültekintően vásároljanak a fogyasztók, tehát még az üzletben nézzék meg. Tudom, hogy a rohanó világban az ember nem mindig ér arra rá, hogy elolvassa, pláne nagyon apró betűkkel vannak írva ezek az információk, de azért a lényeges tulajdonságokra nézve, amit már említettem, hogy összetétel, mennyiség, energiatartalom, azért ezeket olvassák el, hogy úgy tudják meghozni az ügyeleti döntésüket, mert lehet, hogyha ezek az információknak nincsenek a birtokába, akkor nem vették volna meg azt az élelmiszert. És itt már mondtam például a származási hely, hogy például, ha én magyar fokhagymát szeretnék vásárolni, már pedig azt szeretnék vásárolni itt különösen Makó közelében, akkor ne a kínai fokhagyma kerüljön a kosaramba. Amennyiben valaki azt tapasztalja, hogy megtévesztő jelöléssel találkozik az élelmiszereken, egy ilyen vizsgálatot ő maga is kezdeményezhet? Igen, akkor az történik, hogy panasszal élhet, vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján ez a www.nfh.hu-ra fölmegy, és az ügyfélkapun keresztül tudomásunkra hozza egy panasz formájában, tehát ott teszi meg panaszát, vagy pedig a lakóhelye szerint illetékes megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek levél formájában. Ilyenkor elindítunk egy eljárást, és megvizsgáljuk, hogy a panaszában foglaltakat kivizsgáljuk, hogy valóban megtévesztésről van-e szó. Előfordulhat, hogy az élelmiszerrel kapcsolatban valamilyen más kifogásolni valója akad a fogyasztónak, mégis amennyiben, hogyha önökhöz fordul panasszal, és esetlegesen máshoz tartozik ez a konkrét eset, akkor mi várható az ügy folyamatában? Hát amennyiben ugye elolvassuk a panaszt, és megállapítjuk belőle, hogy nem a mi hatáskörünk, tehát mi nem vagyunk jogosultak eljárni, de például most vegyük ezt, ugye az élelmiszerekről beszélgettünk, hogy mondjuk lejárt szavatosságú az a termék, akkor az ugye másik hatóságnak a hatáskör, az élelmiszerlánc biztonsághoz tartozik, amely szintén a Csongrád megyei kormányhivatalnak a szakigazgatási szerve, akkor áttesszük hivatalból az ügyet az élelmiszerlánc biztonsághoz a panasz kivizsgálása céljából, és erről értesítjük az ügyfelet. Úgyhogy tulajdonképpen célba ér, tehát nem várható el mondjuk a fogyasztótól, hogy tudja, hogy melyik hatóság milyen hatáskörrel rendelkezik, de így is célt érhet a panasza. Sőt, szélt is ér. A következő percekben Kis Erzsébettel, a Fatima Ház Alapítvány elnökével beszélgetek. Köszöntöm a stúdióban. Először egy pár szóval mutassuk be, hogy mivel foglalkozik az alapítvány. Üdvözlöm. Az alapítványunk a hátrányos helyzetű és nagycsaládos gyerekeknek a szabadidős tevékenységével foglalkozik. Szeretnénk az iskolán kívüli időt kitölteni, hogy hasznos elfoglaltságokra használják, és elsősorban itt a kreativitást szeretnénk erősíteni. Ezért ilyen délutáni vagy hétvégés foglalkozásokat szervezünk nekik. Ezek nem elsősorban kézműves tevékenységbe merülnek ki, hanem többféle megjelenés. Tehát van, aki kerékpározik, ilyen akrobatisztikus kerékpározást csinál, van, aki például verset szeret mondani, és így többen szavalnak együtt, vagy zenélnek, esetleg zsonglőrködnek. Tehát így teret biztosítunk azoknak a fiataloknak, akik kicsit szeretnének több lenni és kihasználni a szabadidejüket hasznosan, illetve ösztönzünk másokat, akik nem ezt csinálják. És ezen kívül a táboroztatással, mint folyamatos tevékenység foglalkozunk. Tehát pályázatok és támogatásokból szervezünk táborokat
fiatalok, illetve gyerekek részére. Az idén két nagy táborunk volt. Az egyik a Vajdaságban egy, hát több országból voltak jelen, 6 országból voltak gyerekek, fiatalok 13 évtől 18 éves korig, és elsősorban a fő témánk a bűnmegelőzés volt, és emellett ugye nem csak oktattuk őket az okos dolgokra, hanem helyettesítő tevékenységeket mutattunk nekik, illetve találtunk ki közösen játékokat. A másik nagy projektünk egy Európa Unió által támogatott, ez a 18-tól 25 éves korú fiataloknak szólt, ez az elhelyezkedéssel kapcsolatos témakört dolgozott fel. Tehát ilyen, hogy önéletrajz, készítés, motivációs levél, hogyan tárgyaljunk egy munkáltatóval, hogyan jelenjünk meg, milyen vállalkozási formák vannak. Tehát így próbáljuk minél szélesebb körbe kitölteni a gyerekeknek és a fiataloknak a szabadidejét, hogy tényleg úgy használják föl, amit későbbiek során is hasznosítani tudnak. Tehát tudást szeretnénk nekik adni minden ilyen programba. És mindehhez milyen hely áll rendelkezésükre? Hát most az idén olyan szerencsénk volt, hogy sikerült a Metesszel megállapodnunk, hogy közösen használjuk az alkotóházat. Ők 2008-ban vették meg, 10 évig volt most lezárva, és ilyen hajléktalanok tanyája volt. De elkezdtük felújítani, ez egy 500 négyzetméteres épület az Új Híd Szegedi lábánál. Nagyon le van pusztulva, nagyon-nagyon le van pusztulva, de gyönyörű szép az épület, és hatalmas tér van a fiataloknak benne, amit jól tudnának használni, de se villany, se víz, semmi nincs, és a falak is ugye omlanak, az üvegek is ki vannak törve, és most már jön a tél, és hát szeretnénk egy kicsit otthonosabbá tenni, és a srácok is, a fiatalok is dolgoznak, vakarják, kaparják a falat, meg simítják, meg igazítják, meszelnek minden, de hát nagyon sok bakerül ennek a felújítása, viszont így arra gondoltunk, hogy nagyon jó lenne, hogyha tudnánk itt segítséget kapni Szeged lakosságától, mert hiszen azt gondolom, hogy építési anyag maradék az azért vannak házak, ahol van, és mi nem kérünk többet, csak ami kimaradt, azt hozzá kell nekünk, hogy mi is tudjunk haladni, mert hogyha egy fél zsák cement valahol kimarad, az bedöglik, az úgyis szemétbe megy. Mi meg olyan jól tudnánk használni, és végül is, tehát így egy ingyenes foglalkoztató helyet csinálunk. A Metesz tőlünk nem kér bérleti díjat azért, hogy a szegedi fiatalokat ingyen tudjuk meg a gyerekeket foglalkoztatni szabadidőbe. Mi sem kérünk tőlük semmilyen pénzt, csak a rezsit szeretnénk majd valahogy megoldani, hogyha lesz mire rezsi, mert ugye még mivel se víz, se villany, még nincs rezsi. De ugye a házat is valahogy rendbe kell hozni, mert nincsen esőcsatorna, ömlik be a víz, most volt két nagyobb eső, most megmutatta magát a tető is, hogy hol ázik be. Ami cserepet tudunk, azt megigazgatunk, de bizony van egy csomó eltört cserép, és hát pénz meg nincs. És igazából, tehát tényleg próbáltunk pár tűzépet megkeresni, hogy esetleg egy zsák cementet adjanak, vagy glettport, hát nem nagyon. Egytől kaptunk meszet, de tehát mondták, hogy nagyon haldoklik az építőipar, és akkor így arra gondoltunk, így nagy tanácskozás után a srácokkal arról beszélgettünk, hogy de biztosan van, ahol kimaradt valami. Meddig kellene befejezni ezt az épületet? Hát jó lenne minél előbb befejezni, hogy tudná. Nem befejezni, csak otthonosabbá tenni. Befejezni az rengeteg sok pénz, meg rengeteg sok idő, de legalább egy helyet a fagyokig, hogy be tudjanak valahova menni. Hány gyereket érint ez? Mennyien járnak most,
most körülbelül egy 30 fiatal jár hozzánk, de szeretnénk egyre többet foglalkoztatni, kevesebben legyenek a játszótéren éjszaka, vagy szeretnénk ilyen éjszakai játszóházat csinálni nekik, vagy foglalkoztatót, meg hogy nappal is ne kódorogjanak, hanem jöjjenek oda, tanuljanak egymástól, bontakozzanak ki valami jó dologba, és használják szabadon, tehát hasznosan töltsék el a szabadidejüket, jól beleg. Fogékonyak erre egyébként? Igen, nagyon fogékonyak. Olyan srácok is, akik eddig nem, úgy látszott, hogy igazából csak a szélsőségekbe tudnak így kibontakozni. Most, hogy így elkezdtük a házat rendbe rakni, ők is egyrészt dolgoznak, másrészt meg mondta, hogy hát igazából őt mindig is érdekelte ez a, hogy ilyen színdarabot eljátszani, vagy valami, de úgy gondolta, hogy ő nagyon kevés ehhez, és hogy most így itt a többiek is így látja, hogy próbálgatnak, meg még azok is esetlenek, így akkor ő is megpróbálja. Tehát sok attól kap kedvet, hogy látja, hogy ott a másik is dolgozik, beülnek, megnézik egymást, hogy mit csinálnak. Tehát nagyon aranyosak, és azt gondolom, hogy szükség van rá, hogy legyen egy ilyen hely, mert igazából, ha jól szétnézünk, akkor nincs olyan hely, ahol tehát tudnának kreatívan, szabadon együtt lenni. Milyen szórakozási lehetőségek vannak, kocsma, diszkó. Hol találják meg önöket, akik segíteni szeretnének? Az Árbóc utca 1-3-ban van az alkotóház, és hát ott oda várjuk az adományokat. Igen, és hát oda várjuk a fiatalokat is, akik még szeretnének jönni, akár segíteni, akár rajzolni, festeni, vagy bármit csinálni, amihez nekik kedvük van, és nincs hozzá megfelelő terük. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Most pedig következzenek rövid híreink. Közel 500 milliárd forint támogatása beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésére. Az emberi erőforrások minisztere 477 millió forint állami támogatás odaítéléséről döntött a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók fejlesztéséhez. A benyújtott igénylések alapján a helyi önkormányzati fenntartású intézmények 453 millió 850 ezer forint, a nem állami intézmény fenntartók 16 millió 860 ezer forint, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény fenntartók 6 millió 950 ezer forint támogatáshoz jutnak, mely összeg biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók eredményes fejlesztésének ellátását. Összesen 1487 intézmény kapott állami támogatást, amely fejlesztő eszközök beszerzésére, valamint a differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire használható fel. Zöld projektek a svájci hozzájárulás támogatásával. Megkezdődött a svájci hozzájárulás környezeti kezdeményezések, biológiai sokszínűség és természetvédelem területén támogatást nyert projektjeinek megvalósítása. A 6 környezetvédelmi fejlesztés csaknem 2 milliárd forint támogatással valósul meg, hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a svájci hozzájárulás hivatalának felső tárkányban tartott keddi sajtótájékoztatóján. Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, két hét múlva ismét várom önöket. Addig is viszontlátásra!